come and get it. Sziasztok, krumpliászni a gyerekeknek egy következő videóhoz, és ebben a videóban megnézzük a szerdai frissítést. És már jó régen nem volt ilyen frissítéses videó, mert itt ottam, ott kihagytam néha a frissítéseket, mert hát miért ne. A történelem folyamán krízisek idején jött létre a léleklovasok testvérisége, hogy szembeszálljon a sötétséggel, megvédje Jorvik lovait, és fenntartsa az egyensúlyt a világok között. Oké. Kérdezd meg Avalon, miről? Starshine, Meteor, konzervdoboz? Ti hárman nem a legelsők vagytok, akik léleklovasként lovagoltok ezeken a lovakon, ahogy enne se volt Concord első lovasa. De azt mondtad, én vagyok hivatott arra, hogy meglovagoljam konzervdobozt. Hogy senki más, csak én lehetek a lovasa. Ó, életem. Ezt most elképzeltem, hogy Alex egy konzervdobozon lovagol. És ez igaz is. Konzervdoboz jelen inkarnációja esetében. Sok konzervdoboz létezett előtte, ahogyan sok inkarnációja volt Starshine-nak, Meteornak és Concordnak is. Négy újjászületett szellem az idők folyamán éden eljövetele óta az őrzők. Szóval az őrzők Starbreed-ek. Nem egészen. A Starbreed egy éden fényével megállott ló, amelynek megvan a lehetősége, hogy egy őrző szellemét hordozza. Starbreed-ek csak Jorvikon lehet találni, nagyon ritkák, de nem annyira ritkák, mint maguk az őrzők. Vannak már Starbreed-ek Jorvikon. Jorvikon tulajdonképpen Rosalie is egy ilyen lovagol. Most éppen nem, mert az Észak-Svédemmel jöttem, de rájöttem, hogy nem azzal kellett volna. Angel Star egy Starbreed. Nem! Ez a magyarázat, hogy a Dark Orb bázisánál történteknek a repüléssel, meg mindennel. Zihálás. Flip! Ó, Istenem, most akkor haza kéne mennem a tögömért. Nem már. Lélegzete egyre gyengül. Úristen. Úristen! Úristen! Na jó, én hazamegyek ezért a dögér, már megőrülök. Itt van a drága, szép lovam. Ó, de gyönyörű vagy. Most haza kéne jutni. Baszki, hol lakok? Itt is vagyok! Megjöttem, mentő akció! Fripp állapota egyre romlik, amióta a mágikus erejét használta a kulcskő megsemmisítésére. Annyira erőtlen vagyok a megsegítésére, legalább megpróbálhatom kényelemben tartani. Rosalie, tudnál egy párnát hozni onnan a könyves porctól? Mit keres a könyves porc körül egy párna? He? De most komolyan? Ez mi? Mi? Nekem kell ez a párna. Puha és pehelyes, nekem ez kell. Köszönöm, Rosalie. Így, kicsi barátom, aludj jól. És gyógyulj meg. Most csak azt tehetjük, hogy várunk és reménykedünk, hogy Avalon fénye meggyógyítja. Nem létezik, nem. Létezik más mód is. Dick az. Én is aggódok Fripp miatt, de most mindent meg kell tennünk Concord megkeresésére. A kicsi ember is ezt akarná. Most komoly. Hadd próbáljam összegezni. Szóval az a Concord, akit ismertünk, már nem létezik, de mivel ő egy őrző, a szelleme tovább él. És most meg kell találnunk azt a Starbreed-et, akiből majd az új Concord válik. Pontosan, Alex. Mindig is gyorsan tanultál. Egy napon remek druida válik belőled. Herman. Ő találta meg Sunshine-t, igaz? Ő segít? Ő segíthet. De Sunshine? Oké. Herman segített ezt a kötelességet teljesíteni majdnem 40 évig, azonban. Az adottsága csökkent az utóbbi években, ezért segített más módokon az őrzőknek. Mi van? A rendünknek van egy másik tagja, akinek szintén megvan a lóbűvölés adottsága. Rhiannon. Ez ki? Hirtelen azt tudom, ki az. Ha az ő képessége nem is annyira erős, mint Hermanné, az első időkben ő a legjobb esélyünk Concord megtalálására.
Ő nem egy másik bujdosó fura alak, mint Evergrey, igaz? Hé, még itt vagyok, tudod? Alex és Rosalie, találkozatok Rhiannonnal a hegyi kifutónál, és Rosalie, ne feledd el elhozni Ingestel lovodat. A lesz kérdeké, ma itt volna. És mi lesz velem? Te szépen nem visz aludni. Mi? Számodra egy küldetésem van, Liza. Másik küldetés. Ó, édes Istenem, gondolom, ő kapja meg a legjobbat. Rhiannon a lóbűvölő? Remek. Alig várom, hogy megismerjem. Lóbűvölő? Konzervdoboz, és én találkozunk veled a kifutónál. Már alig várom, hogy megismerjem a konzervdobozat. Istenem! El se hiszem, hogy én egy konzervdobozzal fogok imént találkozni, mert én még sosem láttam konzervdobozt. Jó, oké, elég volt ennyi. Menjünk, menjünk te! Választhattam volna szebbet is, mikor regisztráltam, de hát nem baj. Régebben hülye voltam, a neve is érdekes, be kell valljam. Na jó, hát akkor szép a lóra egyébként, nekem is kell egy olyan. Na hát akkor nézzük ki az a konzervdoboz. Alig várom, hogy lássam. Ja, Istenem, ilyen nevet adni egy lónak, hogy konzervdoboz? Vagy nem is biztos, hogy ez ló. De ő mióta konzervdoboz? Úristen! Emlékszem, mikor Elizabeth először hozott erre a helyre tanulás céljából. Ahogyan én is, majdnem leégett a farkam miatt. Hé, szállj le rólam egy kicsit! Soha nem ültem lovon, mielőtt a sors összehozott minket, mint magyaróbajat a vazelin. Magyaróbajat a vazelin. Oké. Ne emlékeztes rá, Concord annyival könnyebben tett meg dolgokat a lovasával. Ennek született lovas volt. Nem mintha én egy olyan szigorú lovasta akarnék, téged sokkal könnyebben lehet irányítani. Beszélj csak, öreg, kihívást intézek hozzád. Pont erre gondoltam. Na gyere már, ne várass meg Rhiannont. Azt tudom, ki az. Menjél mána. Jajdik. Mi a franc? Jó, Istenem! Ez nem egy dundulli... Izi. Arra emlékszik. Na mindegy, lehet, hogy hülyeségeket beszélek. Nekem köll ez. Azt a rohadt. Miért? Nekem is kell egy ilyen izé ide oldalra. Ilyen kötél. Ó, de aranyosak. De miért? De miért? Ezeket ugye meg lehet venni. Na, akkor lesz. Na jó, azt nem olvastam még. A nevem Rhiannon, és Elizabeth valószínűleg elmondta, én egy lóbűvölő vagyok. Ó, bűvöljel. Te csodatévő lény. Mégis mi az a lóbűvölő? A lóbűvölő egy olyan személy, akinek az az adottsága, hogy tud kommunikálni a lovakkal, főleg azokkal a fajtákkal, amelyeket Éden csak itt Jorvikon talált. Ahogyan én és konzervdoboz teljesen egyezünk. Nézd rám! Hé, konzervdoboz, suttogok neked a külső hangommal! Üha, nyögés. Látod, fogadni mernék, el sem tudtad képzelni, hogy egy ló nyögni tud. Lóbűvölő, eltaláltad. Igen, hogy is mondjam, léleklovasként az adottságod különleges. A léleklovas azt a sorsot kapja Édentől, hogy csak egy lóhoz kötődjön. Lesz te Éden választása szerinti bajnok, de ehhez küldetéshez Alex, te egy helyettesítő vagy. Ó, de mi Rosalie helyzete? Neki is egy különleges kapcsolata van Angelster nevű lóval. Biztos, hogy nem. Én ezzel a döggel ugye nem állok szóba. Elizabeth azt mondja nekem, hogy Rosalie rendelkezik azzal a képességgel, hogy bármely lóval kommunikáljon. Az igaz, Rosalie? Érzel egy kapcsolatot a lovaddal? Dehogy is. Erős kapcsolat, tényleg az összes sok lovat éreztem a közben. Hát igen. Jó, Istenem. Akkor ez legyen. Az összes lóval vagy megvan a lóbűvölő adottságot, vagy csak lóbolond vagy. Hát, az igaz, de most majdnem mondtam valami csúnya szót. Rendben, kezdjük. Miért?
Miért? Lusta vagyok oda meg. Vagy valamit hallottam, hogy ha... Ó, 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 jaj, Istenem, de jó! Hát ez kurva nagy! De szép vagyok. Ó, Isten, na jó, mi ez? Azt a rohadt élet, ez mi? Ó, oh, ez szuper. Na jó, ez úgy van, hogy előre gomb, és a kontrollt megnyom, és akkor így, és hogyha nem nyomom az előre gombot, akkor meg így letérdel. Na jó, elég volt ennyi hülyeség. Rozali, dolgoznom kell veled és a lovaddal, bemutatnád nekem? Nem! Mi van? Menjed a kifutón oda, ahova Rhiannon mondta, majd használd a rejtésanyagot, amit adott neked, hogy megegyed. Mi a franc? Ingestár, igaz? Egy nagy, erős fiú vagy. Rozali szerencsés, hogy egy olyan valakit kapott, mint te. Én nem érzem magam szerencsésnek mellette. Hozzá teszem. Rozali, vedd ezt az acskót. Menj gyalog a kifutó másik felére, és mikor odaérsz, nyisd ki az acskót, vegyél ki egy darabot abból, ami benne van, és edd meg, Ingestár itt marad velem. Ez egy nagyon erős druide varázslat, de ha pontosan követed az utasításaimat, rendben leszel valószínűleg. Kösz! Ez jól hangzik. Már most. Na nézzük, mit tudsz. Úgy van! Bármit is csinálsz, ne edd meg mind. Már mindegy. Viccelek, csak cukor, haha. Azt hitted, megmérgeznélek? Simán, beleled kinézem. Rendben, most csukd be a szemed. Koncentrálj az ízre a szádba. Azt teszed, most gondolj arra, hogy még ki más élvezne. Néhányat azokból a finom kocka cukrokból. Esetleg Angel Star? Nem. Mit gondolsz, Angel Star? Nem szeretnéd, hogy te legyél az, aki eszi azokat a kocka cukrokat Rozali helyett? Nem! Ő nem kap belőle! Haha, látod őt? Koncentrálj. Látod, ugye? Megvan az adottságod hozzá. Jaj, de jó. Túl gyors vagy te, Lou. Képes voltál érzékelni Ingestárt, mivel a kocka cukrok segítettek összpontosítani egy szükségletre. Ebben a pillanatban megvolt neked az a dolog, amit Ingestár leginkább kívánt. A cukor. Úgy tűnik, Ingestár édesztájú. A kis gyakorlatom egy rést okozott köztetek. Ezt nem engedhetjük meg. De jó. Nem kell kínoznod Ingestárt. De én is akarom így fogdosni a lovamat, vagy hogy mondják azt normálisan. Van elég kocka cukor, ahonnan ezek jöttek. Tessék, vedd ezeket, és adj a fiúnak egy snacket. Nem akarok. Pont neki. Jaj, de csúnya vagy, életem. Szerettem én ezt a lovat, szeretem, főleg, hogy a kezemet eszi éppen, de amúgy szeretem. Amúgy ez a mozgás, ez kb. Olyan, hogy levadászlak. Gyere, köcsög, levadászlak, vágod, Csati! Várjál. Így, igen. Így, levadászlak! Ja, szia! Ne nézzél, mi énekeljük, hogy... Levadászlak, vágod! Téged is! Na jó, elég volt ennyi hülyeség. Tovább. Ingestár örvendett a finomságnak. Örvendek, hogy segítettem nektek összebarátkozni. Eddig is barátok voltunk. Barátok voltunk. Nem értem, miköze van egy ló édesszájúságának a lóbűvöléshez. Nem tudom én se. Amint mondtam, a kockacukor jelentette a szükséget. Egyik módja volt annak, hogy Rozali arra koncentráljon, hogy látja, Ingestárt. Sok ló, de leginkább a Starbreedeknek szükségük van arra, hogy megtalálják azt a lovast, akihez kötődnek. Ó, hozzám ugyan nem kötődik. Az az érzés, amelyen volt, mikor először találkoztam konzervdobozzal. Látod őt? Nem. Tényleg. Felismeri azt a szükségletet, amely segíti a lóbűvölőket a Starbreedek megtalálásában. Hát ez kurva jó. Hallod? Tök fasz a mintája itt ennek a csülökpörköltnek. Nem, egyébként nem. Tök aranyos ez a dög.
Nekem tetsz. Én ezt egyébként megvenném. Benne van egyáltalán az a játékban? Azért van, hogy nemrég vettem üzét. Fel kell ülnem a lóra. Belenejed magad, soha többet nem kapsz kocka cukrot. Csak hogy legyek kedves vele. Egy további tesztet is meg kell csináljuk. Mielőtt elkezdjük a keresést. Kövesd a varázsaurát. Mi? Varázsaurát Starbreeze felé. Meg foglak kérni, hogy újból csukd be a szemed, és amíg csukva van, előkészítek egy kis próbát számodra. Most csukd be a szemed. Mikor megmondom a szót, nyisd ki a szemed, majd használ a koncentrálra, amit már mutattam. Csak ezúttal a helyet, hogy cukorgom. Jó van. 1, 2, 3, nyisd ki! Azt! Mi? Ne? Mi ez? Hova kerültem? Kövesd az aurát, mielőtt eltűnik. Ó, baszd meg. Ja, jó. Oké, megvan. Ja, nem kell belállnom, meg semmi. Jó, van, hát akkor... Szuper, hol van? Ott van. Úgy... Ott is van egy... És most mivel, hol van az? Ja, ott van. Ja, Isten! Ja, Isten! Ne! Hú, most ki megijedt a babocs tőlem. Jó, nem csináltam én semmi rosszat. Hol van a következő? Úgy van, ott. Mi ez? Találtál egy Starbreeze-et, de jó. Szia, kisöcsi. Hát az ki? Ezt néztem az előbb is, amúgy ezt meg lehet venni, de mindegy. Kitűnő munka volt rosszani, egy lóbűvölőt fogunk kihozni belőled. Eddig is az voltam, na. Azt hiszem, készen vagyunk a vadonban, és kipróbálni a képességeidet. Mi a franc? De már. Mivel csikókat keresünk, nincs jobb hely a Jorvit istállónál. Remek, jó ideje nem jártam erre. Úgy érzed, szeretnél istállót takarítani a szép emlék kedvéért. A léleklovasság előnye az, hogy nem kell senki trágyáját takarítanom a tiéden kívül. Jó van. Milyen szépen lovagoltok. Nekem meg ez a... Nem, már. Nekem is kell annak a csajnak a lova, mert az enyém az egy... Ez egy... Nem mondom ki mi. De hol van egyált? Miért nem jelzi a térképen amúgy? Azon kívül, hogy Arató megye, nem jelzi ki. Jelze, ott van. Ez szuper. Ez egyre jobb lesz. Na, hát akkor Rianon. A világ összes lovas központja közül egy is sem olyan, mint a Jorvitistálló. Ott tisztelik Édent, ha nem is név szerint, akkor szellemben. Ez természetes, ha figyelembe veszük, hogy a druidáknak közük volt ennek a hely. Jó, már fú, mennyit beszél ez. Ez ki? Ja. A jó öreg Herman. Mi léleklovasok soha nem találtuk volna meg egymást, ha te nem lettél volna. Tényleg Herman volt a szemünk és a fülünk itt évtizedekig. Sok generáció léleklovas segítve. Jó van már a... Fú, Justin? Ja, Istenem. Csak azt ne. Most ezek merre mennek? Jaj. Ez egyre jobb lesz. Hello, Rosalie! Mindig örülök, ha a Jorvitistállónál láthatlak. Most mit tehetek, érted? Semmit. Herman barátai. Látom, új barátokat hoztál. Én nem nevezném őket barátoknak, de... Oké. Okay. Alex Cloudmill van egy ideje. Ha egy kezdő lovagló leckér jöttél, fél órán belül indul egy osztály. Nem! Ó, édes Istenem, ne kezd el. Ismerősnek tűnsz, Herman barátja vagy? Igen, mondhatnánk, kollégák vagyunk. Remek, Herman barátai az én barátaim is. Remélem, jól van, régóta távol van. Stein, talán segíthetnél nekem? Hermannak volt egy különleges feladata itt az istállóknál. Ó, Istenem, jó van, menjünk már.
akarok ilyeneket csinálni, mint az a csaj. Miért nem rakták be ezt még a játékba? Hemen barátai, jó van, itt vagyunk. Hát én akkor stoppolok néhány loot. Ő kell. Ki van még itt? Ő is kell. Ez mind egyforma. És a kettő egyforma mondjuk, de nem baj. Stein. Csikó szezon. Ti srácok, csak csináljátok a dolgotokat, ne is törődjetek velem. Jól van. Idegesnek nézel ki, aggódsz, hogy Stein meglátja, mire készülünk. Nincs értelme az aurák, amelyeket látsz lobbyvölés közben, csak számodra láthatok. Aggodalomra semmi ok. Hát jó. Rendben, emlékszel a leckékre a hegyi kifutónál? Koncentrálj és gondolj Éden ajándékára, a kapcsolatra. Ló is lovas között, és kövess az aurát, ahol a legerősebb. Lehet, hogy egy Starbreed lesz, és a sors velünk van Concord. Jaj! Biztos vagy te ebben? Biztos, hogy nem találjuk meg. Stuti, kizárt. Na, megvan. És hova kell szaladnom? Ja, ott van. Oké, ez is megvan. Hova kell most bennem? Ha lehet egy kicsi... Ó, ott van. Ne! Meg vagyok. Oké. Oké, ez gyors volt. Hol van? Ott van. Lóti futi. Jó, kész vagyunk. Hát itt nem volt semmi. Igazából. Na. Ez egy remek csíkó. Mire felnő, erős és kisé makacs lesz. Látom a lehetőséget, hogy egy jó diugró válik belőle. De nem Starbreed. Hát ez igaz. Mikor már annyi ideje csináltad ezt, mint én, a testet annyira ráhangolódik a Starbreedekre, mintha a csontjaidban éreznéd, mikor valamelyik a közeledben van. Itt most érzek valamit. Ó, édes Istenem. Köszönjük, hogy megmutatod ezeket, de gondolom vannak még más csikók is az istállóban. Hát persze, jonnan levitt néhány kancát a csikóikkel együtt a lenti kifutóban. Ó, oké. Menjél már, nem kell ez a sok izé. Ilyet akarok, ilyet, igen, hogy így, nyilván. Majd megsiolgatom a lovat menet közben. Így. Csiga lassúak. Na hát akkor nézzük. Ó, hát mennyi csikó van itt a csi. Nekem ő kell, ő egyedi. Ó, de szép vagy, lol. De aranyosak ők. Na jó, hát akkor hol vannak már ezek te? Még csak most jönnek ide. Az ilyen. Istenem, még hány ilyen izét kell csinálnom? Na menjél már! Itt még nehezebb lesz amúgy. Na hát akkor hol van a következő? Ott van. Jó van. Szuper. Egy. Következő hol van? Ott van, na. Jó van, hol van? Ott van. Szuper. Na jó. Itt van. Ja, biztos. Oké. Egy második felmérés. Szuper. És így mennyi lesz? Igen, érzed a különbséget, ugye? Ez határozottan egy Starbreed. Szuper. Vajon ez Concord? Egy erős holdérzetem van ettől a csikótól. Nem, ez a csikó soha nem lehet Concord. Akkor mi lesz a Starbreedekből, ha nem válnak őrzőké? Van, amelyiket a Druida lovas iskolában tanítanak hátaslónak Éden őrzői számára. Mások élik az életüket, és vagy versenylóként érik el a nagyságot, vagy ott maradnak az ismeretlenségbe. Istenem, jó van. Ezek már nagyon mámos, én kis beszélek. Na. Normális körülmények között, Rosalie, elvárnám tőled, hogy kevesebb egy évig inaskodj, mielőtt megengedném, hogy alkalmazz a lóbővelést egymagadban. De a nehéz időt tudod.
ezt a csajt én gyűlölöm. Szét kellene váljunk, hogy nagyobb területet fedjünk le. Rosalie, te és Alex, induljatok keletre a Morla distalóhoz. Én észak felé megyek az Aranydom distalóhoz. Jaj, te gyűlöllek. Most akkor miért nem megyünk? Most még kell beszélni? Mit kell beszélni ezen? Oké. A konzervdoboz egyébként, ennek mi is volt a neve? Ó, már azt sem tudom egyébként, hogy mi volt. Mi a franc? Mi ez? Mi ez? Öcsi, de mi ez? A semminül. Ó, édes Istenem. Oké, elég volt ennyi szörnyűség. Menjünk innen. Jaj, szuper. Megint ilyet kell művelnem itt össze-vissza. Ó, édes Istenem, mikor lesz már ennek vége? Tényleg nem érkezett valami szar. Többi megvan. Ez tök menő. Csak nem illik. Szedtem ez, de leszarom most, ez tök menő le. Ez tetszik. Na. Jó van. Kezdjünk valami támagunkkal, mert csak... Istenem. Csak beszélünk, és semmi nem történik. Na, valamit műveljünk már, mielőtt a csőhöz mennénk. Lenne egy icipici kérésem. Lovagolhatnék konzervdobozon? Ó, édes Istenem, hát rendben ugorkál. Itt szesz hozzá konzi, nem lovagolhatok minden nap egy ilyen pompás lovon. Ja, Istenem! De jó. Loot cseréltünk. Na, akkor. Erre. Hűha. Tűzi játék. Wow. Jaj, most indul ez a szar. Jaj, mennyi. Úgy. Ugorda, tügyes vagy. Ki Morland a leggyorsabb lovasa? Én! Jó, kész vagyunk. Hát ez gyors volt. Most mit csinálunk amúgy? Na, végre valami megtisztelve. Érzem magam, hogy rajtad lovagoltam, Konzi. Jó, mindegy. Ha. Ja, szerintem is. Na. Ó. Mi most hol vagyunk? Aztam, hol vagyunk, csak mit kell csinálni most. Ez a hely még nagyobb hulladék telep, mint emlékszem. Nagyon neki kell álljunk, ha kényelmesé akarjuk tenni a Haplinger mamának és a Csikónak. Láncfűrész, végre! Józsi! Megyek láncfűrészelni, cső! Mentem, elég, ne domáljatok annyit, én megyek láncfűrészelni, mondasz, hogy kaptam eszközt. Ja, kaptam, oh, minden vágyam volt! Na, hát akkor, hát mondjuk ezt a sok szart innen eltávolítam, úristen. Ó, de menő vagyok, úristen. Na, gyerünk, ez az. Brüü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 
hol kell? Itt hol kell? Hol kell? Jó, hogy ezt a nagy szart. Brüm! Brüm! Jó, elég volt ennyi. Most mit kell? Így megyek oda. Pucsi! Ajajaj, cső. Jó, elég ennyi. Mi ez? Ja, jó, oké. Sokkal jobb. Szerintem is. Jól van. Na. Hű.
mi készül itt? Azt a rohadt. Történjen valami. Tessék, egy tökéletes hely az anyának, hogy világra hozza a csikóját. És én azt láthatom legalább. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Jó időzítés, itt jön a leendő anya. Szuper, hol vagy? Ajajaj. Jön a kocsi. Jön a tütű. És beleáll abba, mit tudom én mibe. Ó, most kell itt elmenni. Igen, igen, én is így gondoltam. Na. Ez a legelő nagyon szép. Az összes lány a lovas táborban alig várja, hogy találkozzon az újszülött csikóval, de előbb nyugton kell hagynunk, hogy tegye meg az első lépéseket. Köszönöm, hogy segítettél az belé. Megnyugtat. Oj, de cuki, ezt miért nem csinálhatjuk máskor is? Nem tudom, így simogatni a lovat. Olyan aranyos. Istenem, de cuki. Miért? Miért? Kanya tökéletesen egészségesnek néz ki, és a tölgye fiasszerű kinézetből ítélve nem sok van az ellen, és így csodálkoznék, ha nem ellene reggeli. Meg kell, mert nem kell, vár a szállítóm. De miért mész? Na, jaj, Dick, ez mit keres ez itt? Thomas, ha bármilyen komplikáció lenne, egy telefonhívás távolságra vagyok. Dick az. Na, akkor mi? Ne, de miért? És nincs rá esztőm se. Ó, édes Istenem, de jó. Nincs értelme. Addig várni. Jó, hogy megvárom. Hol van? De hol van egyáltalán? Jó, de hátra vitték. Ó, édes Istenem, de jó. Mondjuk egész szép kialakított terület neki. Hát, jó van. Nem láttatok semmit, jó? Én nem csináltam semmit. Jó, hát a szerdai frissítés ennyi volt, igazából nem tudom. Úgy eddig nem volt nagyon izgalmas, de úgy szerintem azért volt benne valamennyi kaland, csak így az eleje az így még elég nyers volt. De amúgy tetszett, de nem volt túl is izgalmas. Jó, mondjuk élveztem, mert tök jó volt igazából. Volt benne néhány picis konzervdoboz. Egyébként ő nem is tudom, minek hívják őt. Starshine-bőt minek hívják. Nem konzervdoboz a neve, meg eddig se az volt egyébként. Itt tudom én, ennek mi volt, gyorsan megnézzük akkor. Minek hívták ezt a lótot? Loot! Soul Rider, ó, itt várja. Aha. Ennek mi a neve ennek a... Ja, Tinkan, tényleg! Ó, édes Istenem! Ez hogy lett belőle, konzervdoboz? Eddig Tinkan volt, és akkor egy konzervdoboz, annyit ér ez a ló, vagy mi? Tudod mit? Legyek köcsög, de én ezt most megcsinálom. Úristen, mi ez a fej? Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és találkozunk majd a következő videóban. Addig is! Sziasztok, krumpliasszonyok! Yeah!